Két lócis diák vehette át kisházi ünnepség keretében a Magyarország jó tanulója, jó sportolója kitüntetést. Elsőként az idén érettségiző Kiskapin Karinának nyújtott át az oklevelet Szűcs Attila, a Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai vezetője. Karina évvégi tanulmányi átlaga csak nem kitűnő lett. Emellett vitorlázásban a Lézer Radial országos bajnokságon Lézer Radial női kategória első helyezettje lett. Nagyon örülök, úgy érzem, hogy a befektetett munka, idő és energia az most kifizetődött. Külön öröm számomra, hogy ezt az egyik legjobb barátnőmmel közösen kaphattuk meg ezt a kitüntetést, akivel sokszor közösen álltunk dobogón is, és bár a vízen ellenfelek voltunk, a parton mindig barátnők. Nagyon tudatosnak kell lenni. Nyilván pont abban a korban vagyunk, amikor azért szeretnénk a barátainkkal lenni, és ez bizony így lemondásokkal is jár, de szerintem, hogyha valaki elég tudatos, akkor ezt helyén tudja kezelni. A Budapesti Orvosi Egyetemre jelentkeztem. Úgy érzem, hogy már fél lábbal benn is vagyok a kapun, ugyanis eddig elég jól sikerültek az érettségeim. A sportot valószínűleg innentől kezdve már csak hobbi szinten fogom űzni, mivel most a tanulmányaimra szeretnék koncentrálni. Ugyancsak Magyarország jó tanulója, jó sportolója kitüntetést kapott Vida Róza, 11-es tanuló, aki szintén kiváló tanulmányi eredményt ért el ebben a tanévben. Emellett a Rooster Monautics Lézer és 4-20 nyílt országos bajnokságon Lézer 4-7 női U18 versenyszámban első helyezést ért el. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt, hogy megkaphattuk ezt a kitüntetést. Igazából ez nem csak az én érdemem, hanem tanáraimé, az igazgatóasszonyé, és természetesen edzőmé, szüleimé. Nagyon céltudatos vagyok, és szerintem fontos egy jó időbeosztás. Nekem még van egy évem itt a gimnáziumban, és utána külföldön szeretnék tanulni, Hollandia felé kacsingatok, és a vitorlázást se szeretném abba hagyni. Mindkét tanuló átvehette a város ajándékát is Hári Lenke alpolgármestertől, valamint megköszönték a Balatonfüredi Jachtklub és a szülők támogatását is. Köszönetet mondtak az osztályfőnököknek, valamint elismerték a két diák edzőjének szakmai munkáját is.